Moha és páfrány. Hogyan szállított Moha és páfrány 4 nagy követ? Egyszer Moha és páfrány megint a fakunyhó előtt üldögélt a padon, a tisztást nézegette, és páfrány így szólt. Ej, de szép ez a világ! Igen, nagyon szép. Összáma szép a zsika, mi? Olyan kicsit vékonyka, szúnyogszerű. Ha nem tetszik a muzsikám, megcsíplek titeket. Na, csak vigyázz te! Eresszetek el! Elengedhetünk, ha megígéred, hogy nem csípsz meg minket. Ilyen ígéretet nem tehetek, elvégre szúnyog vagyok. Akkor tényleg nem tehet ilyen ígéretet? Én viszont nem járhatok folyton sapka nélkül, úgyhogy figyelem! Na, és megint nagyon szép a világ. Bizony, nagyon szép. Mindent lángra lobbantasz. Hogy mit művelek? Gyengélkedem. Rettenetes oltást kaptam. Oltást? Oltást? Oltást! És hogy tudnánk segíteni rajtad? Úgy, hogy szereztek nekem egy nagy követ, de bujok közéjük, ott újra lángra lobbanok, és mindenkinek nyugta lenne végre. Ha ez a nyugalom ára, menjünk, szerezzük meg azokat a köveket. Gyere! Jaj! Te meg addig ásd el magad, nehogy leégjen a fakunyhónk. Ez a 4 kő pont megfelel nekünk. Jó, de hogy visszük el? Többet ésszel, mint erővel, érted? De mégis, hogy? Hát, nincs mese, fel kell raknunk őket a szekérre. Ahhoz előbb erőt kell merítenünk. Na látod, megy ez, csak akarni kell. Csak nehogy addig felgyújtsa nekünk az a kis tüzes természetű a házunkat. Szegény tűzbogár, biztos nagyon vár már. Lehet, hogy teljesen ki is hunyt már. Thank you.
Köszönöm nektek, Muha és Páfrány. És most helyezkedjetek el kényelmesen. Tűzi játék bemutatót fogok tartani. Csak nektek. Mesélő Pogány Judit. Írta Václav Csvrtek. Zene Jaroszláv Celba. Fényképezte Zdenka Hajdová. A forgatókönyvet írta és a filmet rendezte Zdenyek Smetana. A magyar változat a Duna Televízió megbízásából a Liget stúdióban készült. Nagyon szép a világ. Bizony, nagyon szép. Sikri! 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 Mit művelsz te itt, hé? Mindent lángra lobbantasz. Hogy mit művelek? Gyengélkedem. Rettenetes oltást kaptam. Oltást! És hogy tudnánk segíteni rajtad? Úgy, hogy szereztek nekem egy nagykövet, de bujok közéjük, ott újra lángra lobbanok, és mindenkinek nyugta lenne végre. Ha ez a nyugalom ára, menjünk, szerezzük meg azokat a köveket, gyere! Jaj! Te meg addig ásd el magad, nehogy leégjen a fakunyhónk. Na, tessék! Ez a négy kő pont megfelel nekünk. Jó, de hogy visszük el? Többet ésszel, mint erővel, érted? De mégis, hogy? Hát, nincs mese, fel kell raknunk őket a szekérre. Ahhoz előbb erőt kell merítenünk. Na látod, megy ez, csak akarni kell. Csak nehogy addig felgyújtsa nekünk az a kis tüzes természetű a házunkat. Szegény tűzbogár, biztos nagyon vár már. Lehet, hogy teljesen ki is hunyt már. Ilyen ígéretet? Én viszont nem járhatok folyton sapka nélkül, úgyhogy figyelem! Na, és megint nagyon szép a világ. Bizony, nagyon szép. Sikri! 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 Mit művelsz te itt, hé? Mindent lángra lobbantasz. Hogy mit művelek? Gyengélkedem. Oltást! És
hogy tudnánk segíteni rajtad? Úgy, hogy szereztek nekem egy nagy követ, de bujok közéjük, ott újra lángra lobbanok, és mindenkinek nyugta lenne végre. Ha ez a nyugalom ára, menjünk, szerezzük meg azokat a köveket, gyere! Jaj! Te meg addig ásd el magad, nehogy leégjen a fakunyhónk. Na, tessék! Ez a négy kő pont megfelel nekünk. Jó, de hogy visszük el? Többet ésszel, mint erővel, érted? De mégis, hogy? Hát, nincs mese, fel kell raknunk őket a szekérre. Ahhoz előbb erőt kell merítenünk. Na látod, megy ez, csak akarni kell. Csak nehogy addig felgyújtsa nekünk az a kis tüzes természetű a házunkat. Szegény tűzbogár, biztos nagyon vár már. Lehet, hogy teljesen ki is hunyt már.